A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Mi a 21. századi háborúk oka? Mi jellemzi a palesztin-izraeli konfliktust? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak a Mátyás Corvinus Kollégium előadására. A köztérben számítunk figyelmükre. Hogyan jutottunk gyakorlatilag háború vagy a háborúk korába megint? Ugye nagyon hosszú békeidőszakon vagyunk túl. Legalábbis Magyarország tekintetében 1945 vagy 56 óta nem volt háború, reméljük, hogy ez így is marad. De hogyha a világot nézzük, akkor nagyhatalmi háború, nagyhatalmi konfliktus, tehát amikor tényleg a legnagyobb országok feszültek egymásnak, így azaz, azért az már rég volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy proxy háború volt a koreai háború, az 53-ban lezárult. Örülök, hogy vannak, volt kollégák is a nézők között. Én azt gondolom, hogy most megint egy olyan korszakba lépünk, amikor több háború lesz, egész egyszerűen azért, mert vannak beépített trendek, amik erre felevisznek minket, és ráadásul sok olyan választható döntés is, amit választhattunk volna, hogy ne így legyen, az is rossz irányba ment el. Most mi a két nagy, úgymond beépített trend, vagy megatrend, ami a konfliktus felé viszi a világot? Az egyik a kevésbé fontos szerintem a klímaváltozás, de ettől függetlenül ez egy globális valami, és szerintem ezt megkérdőjelezni ezután a február után, meg a tavaly tél után, meg a tavaly előtti tél után nagyon nehéz. Tehát szerintem a 80-as évek elejére mindenki emlékszik, van, aki talán még korábbi telekre is, én emlékszem, hogy tehát ilyen nem nagyon volt tényleg, hogy gyakorlatilag nincs tél. Egyáltalán. Tehát ennyire nincs tél. Ez egy látható trend, és ez előre volt jelezve egyébként Közép-Európa számára, és előre jelezhető, hogy ez a melegedés folytatódik, ami tényleg trendszerű, és a mi térségünkben egyébként nem egy katasztrofális történet. Például, amikor önök olyanokat hallanak, hogy itt majd kiszárad Magyarország, meg sivatag lesz az Alföldből, meg egyebek, tehát ez a riogatás kategória, de ettől függetlenül jelent kihívásokat, és vannak olyan térségek, amik tényleg nagyon mélyen érintettek. És melyek ezek a térségek? Hát kezdjük azzal, hogy ki a nyertese jelen formájában a klímaváltozásnak. A nyertese két olyan ország, ami rendkívül ritkán lakott, viszont óriási, és északon van, az egyik Kanada, a másik Oroszország. Ez a két ország az Oroszországnak 17 millió négyzetkilométeren, ugye, hát, ha van, valamiben nincs hiány Oroszországban, az a föld, tehát az van bőven, 17 millió négyzetkilométeren 150 millió ember él, hogyha fölfele kerekítünk. Kanadában az is egy 10 millió négyzetkilométernél nagyobb ország, ott meg talán 40 millió. Tehát el tudjuk képzelni, mennyire üresek ezek az országok, és ezekben az országokban lesz az, hogy egyre több, egyre északabbra lehet földet művelni, mert a búza, egyéb termények egyre északabbra tudnak megélni. Tehát már tényleg ott tartunk, meglepődtem, hogy Lengyelországban vannak borok, Csehországban, tehát értjük ezt, de most nyilván sokkal fontosabb a szőlőnél a búza. Tehát ezek az országok jól, nem? Mely országok nem járnak jól? Hát például a közel-keleti országok nem járnak jól. Azok az országok, amelyeknek hatalmas a népesség, és hogy mutassak egy térképet, aminek közel-kelet is benne van. Ugye, bocsánat itt az angolért, alapvetően egy angol előadás, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk milyen trendek vannak a hozzánk nagyon közeleső térségekben, ugye itt ez a téli középhőmérséklet nyári, ez pedig az eső nyár, vagy tél-nyár. És ha megnézzük, hogy melyik térség szárad ki igazán, akkor ez Észak-Afrika és Dél-Európa, hogyha ezek különféle, tehát itt másfél fok melegedésnél, kettőnél, négynél, de mondjuk a kettő a valószínű most. Tehát nézzük meg, hogy mi lesz mondjuk Marokkóval, Algériával, Líbiával, Egyiptommal, Törökországgal.
kiszáradnak nagyon nagy mértékben, és ezek nagy népességű régiók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz egyáltalán víz, csak kevesebb víz lesz. Viszont több ember. Nálunk egyébként, tehát amikor itt Magyarország sorsával riogatnak, azért azt lehet látni, hogy télen több csapadék, egyébként minél nagyobb a hőmérséklet. Ja, ezek ENSZ adatok, tehát ez nem valami klímaszkeptikus, ez az ENSZ panelnek a adat során alapulnak ezek a térképek. Akkor láthatjuk, hogy a magyar téli időjárásnál több az eső, egyébként a 4 fokos melegedésnél még több, és persze minél nagyobb a melegedés, annál jobban szárad az ország, de nem katasztrofálisan. Tehát, hogyha megnézzük, mondjuk itt van nagyjából Magyarországot, száradó tendencia mindenképpen van, a legkevesebb érdekes pont 2 foknál. Ez nem azt jelenti, hogy így fog történni, mert nincs elég adat. Tehát az a másik, amikor azt mondják önöknek, hogy most ez fog történni, hogy 2050-ig leáll az AMOK nevű tengeri cirkuláció, akkor az egy adat. Vagy az egy előrejelzés, de kevés adattal, tehát nem látják 100%-osan. Jövőt ezek trendek, mondjuk a melegedésnél azért láthatjuk, hogy bejöttek. Ezek a, tehát a Magyarország most nyilván mindenki nevetni fog ezen, de elméletileg már a szubtropikus Budapest már elérte a szubtropikus éghajlatot. Gondoltuk volna valamikor, hogy ez lesz. Tehát vannak olyan előrejelzések, hogy 30-40 év múlva a római átlag hőmérsékletek lesznek, tehát nem lesz gyakorlatilag tél, a nyár az melegebb lesz. Itt lehet látni ugye a hőmérsékleti viszonyokat, hogy mondjuk 2 fokos melegedésnél azért nem Magyarország melegszik fel a legjobban, és nem is nyáron, hanem a téli melegedés nagy a magas északon. De mondjuk 4 foknál azért már brutális a téli meg a nyári melegedés is. Elérhetjük a 4 fokot, azért nem valószínű, de nem kizárható. És ez egy globális trend, tehát ez a térkép, ez Európa, de hát lépjünk, ja igen, ez nem lesz. Tehát ez a riogatás, hogy Magyarországot akár a víz elárasztja, mert az óceánok emelkednek, és nem tud annyit emelkedni az óceán, hogy nekünk tengerpartunk legyen. Mondjuk Afrika, kiszáradás. Tehát a barna mutatja a már látható csapadék anomáliákat 2020-ban, tehát Marokkó, Líbia, Tunézia egy része, ugye inkább Nigéria, szálövezet egy részén, több egy részén, ez nem úgy működik, hogy mindenhol száradás van. Tehát alapvetően egyébként a nedvesebb világ, vagy a melegebb világ az több csapadékot jelent, csak nem mindegy, hogy hol. És ugye a legnagyobb probléma az, hogyha mondjuk Afrikát éri el, ez nagy mértékben, láthatjuk a Kilimandzsárót egy ideig, még így láthatjuk, utána már nem. Bocsánat, csak annyi előadásom van, nem fogok végigmenni mindenen. Persze volt egy olyan időszak a történelemben, nem is olyan rég, amikor Afrika északi része, a Szahara, az nedves volt. Volt egy nedves időszaka a Szaharának, lehet, hogy ez majd bekövetkezik újra, csak az nem most lesz. Ugye ez az a áramlás, ami esetleg leállhat, ez egy kis valószínűség, de nagy hatású szenárió lehetne, amikor Európának ez a része jelentős mértékben lehűlne. Ugye, mert a golf, úgymond a golf áramlat melegíti. Tehát érdekes módon a globális melegedésnek lokálisan lehet hőmérséklet csökkenés. Az eredménye, ugye ez a úgynevezett holnap után szenárió, vagy holnap után forgató, hogy volt egy nagyon buta hollywoodi film, ami holnap után volt a címe, Day After, vagy a nap holnap után, a Day After Tomorrow, és ugye New Yorkot pillanatok alatt belepte a jég, ami baromság. Már elnézést a szóhasználat érdene, így nem lesz. De nem ez az igazán nagy probléma. Mert ezt tudjuk, hogy van, ezt tudjuk, hogy bizonyos régiókban probléma, de nem tudjuk 100%-ra, hogy egy nagyon rossz forgatókönyvbe következik. De a népesség növekedésnél azt 100%-osan tudjuk, hogy bekövetkezik. És azt is tudjuk, hogy nagyobb hatással bír az adott régiónak a népesség eltartó képességére, vagy tehát az eltartó képességre, mint a időjárás változása. Hiszen, hogyha megduplázódik a népesség, az azt jelenti, mondjuk, mintha megfeleződne a csapadék, vagy a mezőgazdasági eltartó képesség. Tehát dupla annyi embert kell, egyébként valamivel kevesebb mezőgazdasági kapacitással eltartani. Az más kérdés, hogy a technológia öntözés ezen változtathat, de a dupla annyi ember az úgyis meg lesz. Afrika nagyon sok országában. És ezek, tehát az éghajlatváltozás az egy
tehát egy globális képet kellene látnunk, míg a népességváltozásnál abszolút látjuk már, hogy 2050-re mi lesz, hiszen nagyon sokan megszülettek már azok közül, akik a 2050-ben gyerekeik lesznek. Tehát ez nem egy, ezt lehet extrapolálni. 2100-ig nem lehet extrapolálni a népesség növekedése, mert nem tudjuk, hogy mennyivel csökken a termékenységi arányszám, ez az egyik. A másik meg azt nem tudjuk, hogy mennyivel növekszik az élethossz. Tehát egyébként van egy ilyen dolog is a rendszerben, amiről nem szoktunk beszélni, hogy mi van akkor, hogyha 120 év lesz az átlag életkor. Lehet ez? Kizárni nem tudjuk. Vagy 100 év. Nyilván akkor mondjuk azok a társadalmak, amelyek öregebbek, tehát mondjuk a magyar, meg az európai társadalom ilyen, hogyha egészséges 85 évesen az ember is dolgozik, akkor nyilván nem akkora katasztrófa a kevesebb gyerek. De nem tudjuk, hogy ez lesz-e, lehetséges ilyen kifutás is. Most már annyi okos eszköz van, gyakorlatilag van, akinek az órája menti meg az életét, mert szól előre, hogy szívrohama lesz, és már tudja, hogy menni kell a kórházba. És gondoljuk el, hogy mi lehet még. Tehát nagyon sok minden történhet még. Ezzel csak azt mondom, hogy a népesség növekedés az szinte biztos. Ugye itt láthatjuk a növekedést, hogy honnan indult, és ugye alapvetően egy lassú növekedés volt az 1900-as évekig. Aztán történt egy forradalom, és ugye az előbb is arról beszéltem, hogy volt egy forradalom az orvostudományban, vagy most van egy forradalom, ugye genetikában, meg eszközökben, big data, tehát például egyes betegségeknél, rákoknál, hogyha mondjuk 100 millió embernek az adatát hasonlítjuk össze, akkor már jobban ki tud jönni, hogy melyik gyógyszer arra az adott ráktípusra hatásos, amit már genetikailag lehet szekvencelni, hogy milyen. Értik, amit mondok, hogy lehet, hogy sokkal többen fognak 10 év múlva meggyógyulni a rákban, míg mondjuk 60 éve legtöbb rák halálos ítélet volt. Tehát amit mondani akarok ezzel, az az, hogy itt is volt egy orvosi forradalom, ugye penicillin, oltások, stb. És bang, így föl az emberiség. Rettenetesen gyorsan, ugye itt ez a népesség növekedés rátája, ami csökken, tehát láthatjuk, hogy ez csökken, csak még mindig nagyon magas. És ráadásul a legmagasabb a népesség növekedési ráta azokban a régiókban, amik a legkevésbé eltartó képesek. Tehát nem Kanadában növekszik a népesség annyira, ahol rettenetesen sok hely van, vagy Oroszországban. Oroszországban csökken a népesség. Az oroszok mindent megtesznek azért, hogy kihaljanak, mint a Mauricio Dodó. Nem csak azzal, hogy háborúznak, hanem azzal is, hogy nem születik gyerek. Meg hát ugye a férfiaknak az életkor, tehát nagyon korán halnak. Tehát a magyar férfiak sokkal egészségesebbek az orosz férfiaknál, pedig azért nekünk is van férfiaknak ugye tennivaló. Ugye a hölgyek azok jobban vigyáznak magukra. Tehát ugye Ukrajna még rosszabb helyzetben van, tehát félreértés nagyon, Ukrajna meg katasztrofális helyzetben van. Részben az egészségügy, de inkább az elvándorlás meg a háború miatt. Na, ezek az országok viszont, ahol az eltartó képesség. Ja igen, és persze Ukrajna, Oroszország, Ukrajna is sokszorosát tudja mezőgazdaságban adni annak, amekkora a népesség. Magyarország is többszörösét tudja. Tehát 20 millió embert simán eltartan ez az ország, csak nem biztos, hogy örülnénk, ha a másik 10 millió nem magyar lenne, sőt, szerintem biztos, hogy nem örülnénk, és nem jönnénk ki jól belőle. Tehát ez a szituáció, hogy hiába csökken a termékenységi arányszám és ezzel a népesség növekedése, a népesség még egy ideig növekedni fog. És Afrikában nem is csökken olyan mértékben. Tehát bizonyos muszlim országok, meg India megállította ezt a népesség robbanást. Tehát Indiában már 2-1-2-2 körül van, ugye 2-1 alatt csökken a népesség, de ugye ez olyan, hogy egy idő, tehát a hatás az nem azonnal jelenik meg, tehát Indiában ettől még 20 millióval nő évente a népesség. Tehát két Magyarországgal nő India népesség. Ugye India most a legnépesebb ország, már nem Kína. Kínában elkezdett csökkenni a népesség. Na most milyen hatással jár ez? Rájöttem, hogy ez lehet így is. Igen. Tehát itt van a zseniális Guardian, nagyon szeretem, mert rólam is írt nagyon komoly hazugságokat decemberben. És akkor nézzük meg, ugye ez egy nagyon baloldali, nagyon progresszív lap, hogy egyébként vannak jó cikkei, tehát félreértés ne legyen, nem minden rettenetes, de például itt Madagaszkár kiszárad, nincs betakarítás, csak éhség. És akkor egy orvos leírja, hogy a Dél-Madagaszkáron mi a probléma, hogy éheznek az emberek, mert szárazság van. És egy
Elolvastam az egész cikket, most nincs itt, de higgyék el, nekem legyenek szívesek. Egy szó nincs arról, hogy mekkora a népességnövekedés Madagaszkáron. Tehát minthogyha csak a klímaváltozás tehetne arról, hogy szárad ki az ország. Na de ez Madagaszkár népességfája. Minden egyes generáció jóval nagyobb, mint az előző. Egy szót nem szól arról, hogy 4 millióról 27 millióra nőtt a népesség. Értik, amit mondok? Hogy nagyon szépen levezetik, hogy Madagaszkár és a klímaváltozás, csak Madagaszkár és a népességrobbanás, ugye ezt politikailag nem korrekt kimondani, hogy nem tudja ez az ország eltartani a növekvő népességét. És ugye 2050-re, 27-ről 54-re duplázza. Tehát van éghajlatváltozás és probléma, csak az nagyobb probléma, hogy duplázódik a népesség. Haiti. Ugye most van ma a hírekben Haiti, ezt már régen csináltam ezt a szájt, ugye 2021-esek. Haiti krízise egyre mélyebb. Haitiban áradások, éhség, erőszak. Ki tehet Haiti migrációs krízisiről? Ki tehet róla? A haitiak tehetnek róla. Ki tehet róla? Ki írtotta ki az erdőket, ami miatt nagyobb áradások vannak, mert nincs, ami megfogja. Műholdképet érdemes Haitiról megnézni, ugye ez a szigetet ketté vágja egy határ, a másik országot dominikai köztársaság van mellette, az tiszta zöld, Haitiban meg ki vannak írtva az erdők. Tehát erdő nélkül nem marad meg a víz. Most se le, áradás lesz belőle, tönkreteszi a földeket. Ki tehet róla? Nyilván, aki ott lakik, meg az, aki ugye most már lassult a népesség növekedés, de hát gyakorlatilag minden generáció, ez nem Madagaszkár azért, de minden következő generáció, vagy következő évjárat az ugyanakkora, vagy nem sokkal kisebb, van-e volt, amikor csökkent egy picit, mint az előző. Tehát értik, van egy tönkretett ország, ami tönkretett a népességnövekedés, a rossz gazdálkodás, mert tehát a tücsök és a hangyat sztoriát mindenki ismeri, hát Haiti inkább a tücsök üzemmódba dolgoztak, és most ki tehet a krízisről? Mi tehetünk róla? Jó, lehet, hogy nagy amerikai cégek kihasználták Haitit, nem tudom, ez lehetséges, de hát, és a dominikai köztársaságot mellette nem, ami tiszta zöld máig is működik, oké, az se a Kánaán, de ott van turizmus, ugye a turizmus nagyon sok bevételt termel, Haitira ki fog menni? Tehát azért nem egy életbiztosítás egy ilyen helyre elmenni, tehát az már nagyon katasztrófa turistának kell legyen, hogy Haitira menjen. Mondjuk engem érdekel, én elmennék, de hát az én vagyok. Tehát ez a növekedés fenntarthatatlan. Mármint, hogy fenntartható, de hogy robbanás lesz a vége, az biztos. Tehát nézzük meg Nigériát, 30 millióról indul, 2020-ban 204 millió. 30 millió, 204 millió. Magyarország ebbe az időszakban 9,3-ról ment fel, 9,7-re, pontosabban 10,7-re mentünk föl 81-ig, és azóta csökkentünk 1 milliót. Tehát nézzük meg egy kicsit több, mint háromszor akkora ország, a 20-szor akkora, és több, mint 40-szer akkor lesz 2050-re a lakosságban. Azt gondoljuk Nigériáról, hogy nagy ország. Hát nagy ország, körülbelül 10-szer akkora, mint Magyarország. 10-szer akkora országban 400 millió ember, az azt jelenti, hogy Magyarországon több, mint 40 millió ember. Működne Magyarország 40 millió emberrel? De mi lenne itt? Mi lenne itt? Nyilván Hollandia működik ekkora népesség, de Hollandia a világ egyik legfejlettebb országa. Ha nekünk 30 éven belül csak dupláznánk a népességet, lenne elég iskola, lenne elég út. Gondoljuk el a 18-19 milliós Magyarországot 2050-re. Működőképes ez? Tehát azért mondom, hogy fenntarthatatlan, én nem látom a jövőt. Pont a Mágia Tűzbe írtam az etióp polgárháborúról, ami akkor még nem volt. Akkor a sikeres Etiópia volt. Az egyik első mondat az, hogy Etiópiába elkezdték mészárolni egymást. Azért egyébként, mert ott is van a népesség növekedés, ami fenntarthatatlan. Ugye 18 millióról fölment 112-re. Én nem tudtam, hogy ez lesz, de biztos voltam benne, hogy Etiópia, Szudán és egy nap Nigéria is belső polgárháborúba fogja végezni, vagy óriási menekült hullám, mert nem fenntartható. És nincs egyébként erre megoldás. Ma voltak amerikai diákok nálam az MCC-be, és kérdezték, hogy mi a megoldás. Hát mondom, a megoldás a hollywoodi filmekben szokott lenni, amikor majd a lovasság megérkezik, és megmenti az embereket. És az utolsó pillanatban mindig van valami, MacGyver kitalál valamit, fabrikál, az kész. Szóval a világ nem ilyen, hogy lesz megoldás állandóan, mert csak akarni kell,
meg a jó, jó embernek kell lenni, és akkor megoldódik. Hát mitől oldódna meg? Hogy oldódik meg a 400 millió embernek a problémája? Vagy úgy, hogy elmegy, csak hova fog elmenni? Tehát van, aki Amerikába is megy, Nigériába. Amikor Amerikába jöttem, volt egy kiváló nigériai lakótársam, együtt béreltünk hatan egy házat. Nagyon jó fej volt, meg tehetséges, meg minden. Nem arról van szó, hogy nincs ott sok tehetséges ember, tehát nem erről beszélünk, meg ráadásul az egyik része keresztény, tehát még közelebb is áll hozzánk. Az északi rész az muszlim, a déli keresztény. Egyébként az országot úgy rakták összeragasztóval. Semmi köze nincs az északnak, meg a délhez egymást, és több nagy nép van benne, három nagy, meg sok tucat kicsi, és általában gyűrölik egymást, tehát nem túl jóban vannak, különösen amikor már a vallás is szóba kerül, tehát ott állandóak a kisebb-nagyobb mészállások, meg van egy Boko Haram nevű terrorszervezet, tehát egy jól működő, idézőjelben jól működő állam, ami fönntartja a víz fölött az az olaj. Mi lesz akkor, hogyha az olaj nem ér ennyit, mint ma? Ugyanis Nigériát, nagyon sok térségbeli országot az olaj tart a víz fölött, mert drágán el tudja adni az olajat, és abból tudja etetni a népét. Csak mi is állunk át az elektromos autókra, meg a félvilág áll át, ami a klímaváltozás szempontjából talán jó, bár nyilván ott is vannak kérdőjelek, hogy mennyi az összbefektetés, és akkor abból kijönne az, hogy ez sokkal gazdaságosabb, de mondjuk azt, hogy igen, főleg, hogyha atomenergia meg napenergia adja az elektromos áramot, tehát nem üvegházgáz termelésnek az eredménye az elektromos áram, tehát nem hőerőművek, nem gáz. De a lényeg az, hogy mi lesz ezzel az országgal? Mert nincs ott semmi. Jó, van egy nagyon jó, hát van egy nagy Hollywoodja, tehát filmipara, meg tudom én, tehát kiváló internetes csalók vannak Nigériából, tehát vannak egyéb beszerzési vagy gazdasági esetek is, nem csak az olaj, de azért látjuk a problémát. Az Etiópia is nézzük, 18-19 millióról 113 millióra csodálkozunk. Ja, ez is persze egy sok nemzetiségű ország, iszlám a fele, egyik fele, a másik fele keresztény, tehát nem, de Ruanda, ahol volt a csúnya mészállás, ugye 50-ről mészállás ellenére 13 millióra ment fel, 800 ezer embert öltek meg a 90-es években, 2 vagy 3 évig látszott a népesség csökkenésen, aztán behozta. Tehát lehet, hogy 4-ig, de már nem látszik. Azért vannak fenntarthatóbb országok, mondjuk egy Marokkó, az látjuk, hogy 2020 és 50 között már nem robban akkorát, de nézzük meg az Európai Uniót. 450 alatt vagyunk, ez bevándorlással együtt a jelen trendek szerint 10 milliót, vagy nem egész 10 milliót csökken, és ugye ez a jelen trend, ugye Magyarországnál meg az 5 milliót, hogyha így folytatjuk, érjük el 2100-ra. Tehát fenntartható ez? Tehát nagyjából így nézem Afrikát, ugye ez 2100-ban Afrika, hogyha odáig eljutnak mondjuk egy közel 800 milliós Nigéria. Ez lehetetlen valószínűleg, tehát nem lehet ennyi embert, nem tud eltartani Nigéria. És hát ugye ezt szoktam mondani, a következtetés, hogy Afrika részben már most is így néz ki, de még inkább ilyen lesz, hogy parázs, háború, és nincs igazán stabil ország a térségben. Nincs. De Marokkó, Tunézia talán, ugye itt még Izraelen nem nincs a tűz, de most már lehetne is. És ezzel szerintem át is térnék, nem tudom, hogy mennyi időt beszéltem a megatrendekről, mostani aktuális helyzetnek az egyik háborújára. Én azt gondolom, hogy Ukrajnát inkább akkor a kérdések során érintjük. Tehát a két megatrendről beszéltem. Az izraeli meg az ukrajnai háború az nem emiatt a megatrend, nem a két megatrend miatt van. Bár az izraeli konfliktusban benne van a palesztin népesség robbanás is, tehát Gáza nem attól lett két, igen, nem attól lett 2,3 milliós, hogy mind menekültek, bár ugye menekültek alapították, vagy menekültek a többsége Gázának. De amit el szoktunk felejteni, hogy ez egy rendkívül kicsi térség. Meg szoktam kérdezni néha ifjú kollégákat az MCC-ben, hogy mekkora lehet Izrael, és akkor kaptam olyat, hogy 200 ezer négyzetkilométer, 500 ezer, valami nagyon nagynak gondolják sokan Izraelt, pedig maga Izrael alig több, vagy közel 21 ezer négyzetkilométer, ami Magyarországnak kevesebb, mint negyede, vagy ha nagyon bőven akarunk mondani, akkor ötöde.
Van a nyugati part, ez a Izrael által megszállt, 67-ben megszállt terület, itt nagyjából ezt a Szlovákiánál van, ez a nyugati part. Ez Izraelnek az elfogadott, tehát nemzetközileg elfogadott térképe. Itt van egy kis probléma, hogy itt alig 12 kilométer nagyjából Izrael, tehát nem véletlenül ragaszkodnak a nyugati parthoz. Tehát ez egy nagyon hosszú, de nagyon keskeny ország. És még annyit kell Izraelről tudni, ami nagyon fontos, itt van nagyjából Budapest, itt van kb. Budapestnél Berséba, az az utolsó nagyváros, még itt van talán Arad, ez a neve, Arad egy izraeli városnak, az is még egy nagyobb város, és még délen van Eilat, de ezek között a nagy sivatag van. Én voltam jó párszor, ott tényleg órákon át semmi nincs. Néhány beduin, meg Dimonában az atomerőmű, de egyébként semmi. Tehát egy üres térség, egy nagyon szép, itt a Mitzperamonikáter van itt nagyjából, ami egy ilyen mini Grand Canyon, ezen a része meg a Timna Nemzeti Park, ami egy gyönyörű sziklák, és tehát nagyon szép Izraelnek ez a része. Ha béke lesz, akkor mindenképpen ajánlom, hogy aki még nem járt, az menjen el. De üres ez a déli rész, és ez a hatalmas populáció, ez északon él. És ez az észak, ez pici, és ennek az északnak is elsősorban a tengerparti sávjában. Na de mekkora populációról beszélünk? 15 millió emberről. Tehát ennek a 20 ezer négyzetkilométernek a kevesebb, mint felénél, ennek a 15 milliónak a nagy része. Tehát magyar észre ezt is nehéz felfogni, hogy tényleg város-várost követ. Mint a Balaton déli part, csak ezek nagyobb városok, és a tengerparton Tel Avivtól délre elkezdődik a várossor, és Hajfáig, sőt, egészen a libanoni határig szinte folyamatosan eltart. Egyébként ezért ennyire kitett Izrael, mert nagyon könnyen belőhető. Nem kell célzott rakétát Tel Avivra kilőni, hát annyira sűrű, hogy szinte biztos, hogy eltalál valamit. Tehát nem kell, értik? Tehát vagy populációs központot, vagy repülőteret, vagy gyárat, valamit el fog találni. És ugye ez történt egyébként a Hamasz első nagy rakétazáporával. Tehát ez az izraelieknek a problémája, hogy egy kis területen két nép osztozik, ugye Gáza az meg még szörnyűbb ebből az értelem, hiszen 2,3 millió ember van egy Budapestnél kisebb területen. Jó, hosszabb, de összességében kisebb, mint Budapest. Ezt csak azért raktam ki, hogy érezzük meg a földrajznak, a geopolitikai műhelyt vezettem, ez egy kiváló kis kutatócsapat az MCC-ben. Mi foglalkozunk ezzel is, hogy vannak bizonyos olyan tulajdonságai országoknak, amik nehézé teszik mondjuk a kérdés megoldását. Mert ha Izrael nem így néz neki, hogy itt szinte pont a legsűrűbben lakott területén óriási probléma lenne, hogyha visszaadná a nyugati partot, vagy elengedni a palesztinokat, hanem egész Izraelben lakhatnának, vagy nem ennyire vékony lenne az ország, lehet, hogy könnyebben meg lehetne oldani a kérdést. De itt a földrajznak is van hatalma. És egyébként nagyon fontos azt elmondanom, hogy itt két nép tragédiájáról van szó, már gyakorlatilag egy évszázada, és erről beszélnék egy kicsit, hogy a múlt az maga a jelen, és bizonyos értelemben itt mind a két nép egy ígéretnek az áldozata, és ezt az ígéretet a britek megtették mind a két népnek. Azt az ígéretet, hogy az araboknak azt mondták, az arabok felkeltek, most voltam Szaúd-Arábiában, Taif, illetve Mekka közelébe kezdődött a felkelés, Mekkát ugye nem, hivatalosan nem látogattam meg, nem hivatalosan, azért átmentünk rajta, bár az se szabad, véletlen volt egyébként. Mondjuk Taif erődje volt az utolsó török erőd ezen a részen, amit elfoglaltak, mert a britek ugye az első világháború mindenhol le akarták győzni a központi hatalmakat, aminek mi is része voltunk, egyébként magyar csapatok voltak Gázában, osztrák-magyar csapatok voltak Gázában, tüzérséggel segítettük a törököket, meg német csapatok is, meg német tisztek is voltak ugye a törökök oldalán, na mindegy, ez egy nagyon hosszú történet lenne. A lényeg az egyébként, mindennel összefügg, még az is összefügg, hogy Mekka, Medina, Dzsidda és Taif feleste az 1517, ugyanúgy Jeruzsálem, ugyanúgy Egyiptom, 1514-ben a törökök megverték a Perzsa birodalmat, 1517-ben a Mamluk birodalmat, és ugye ezeket a Mamluk birodalomhoz tartozó, de arab lakosságú területeket, és a törökök megduplázták az erejüket Mohács előtt, meg Nándorfehérvár előtt. Magyarország már nem tudta megbújtani, ez olyan, mintha elfoglaltuk volna Lengyelországot, meg Csehországot, és akkor az mind 100%-ig a miénk lett volna. Tehát teljesen be tudtak kebelezni hatalmas Irakot, a mai Szaúd-Arábiát, Szíriát, Egyiptomot,
ma török Örményországnak egy, tehát a török országhoz tartozik, de akkor a Perzsa Birodalomhoz tartozott, ekkora területet foglaltak el egyébként Mohács előtt törökök, minden mindennel összefügg. De térjünk vissza ne a mi múltunkhoz. Ezért mondom azt, hogy amikor nem Mohácsról beszélünk, akkor mindig a magyar széthúzásról, meg egyebekről beszélünk, de arról nem, hogy a törökök megduplázták magukat egy év alatt. A Malmuk Birodalom, vagy Malemuk régebben, így neveztük Malemuk Birodalomnak az elfoglalása. Ez sose beszélt téma, mert mindig magunkat kell szidni. Ezt nem tudom, hogy miért van Magyarországon, de én igyekszem ezen változtatni, hogy azért nézzünk ki már a saját kis, hogy úgy mondjam, dobozunkból a világra. És itt nézzünk ki a dobozból, ugye itt nyugaton is, meg nagyon sok helyen itt már véres izé, hogy kit támogat az ember, a palesztinokat, vagy az izraelieket. Igazából mondom, mind a két nép áldozat. Az nem igaz, hogy nem voltak zsidók a Balfour deklaráció előtt, ekkor is volt egy 6-15% közötti zsidó népesség, tehát voltak, akik túlélték ugye a romaiak elleni felkelések után, kellett a zsidóknak elmenekülni, meg telepítették ki őket. És pont ugye részben ez is Budapestről, ugye Theodor Herzl Budapesten született, ugye ő a zsidó állam megalapításának az egyik nagy támogatója, és ugye már akkor 19. századi gondolat, hogy legyen egy zsidó nemzetállam, ott ahonnan jöttek, ugye ahonnan menekültek el a rómaiak elől, és elindul egyébként a világháború után a bevándorlás. Ja, bocsánat, hogy miért van a Balfour deklaráció, meg miért van az araboknak az ígéret? Na, az araboknak az ígéret, hogy harcoljanak a törökök ellen, a zsidóságnak meg az ígéret azért, hogy azok a nagy pénzemberek, akik támogatni tudják az Antant ügyét, azok támogassák még jobban az Antant ügyét. Tehát egyszerre megígérik ezt, hogy az araboknak megígérik egy arab királyságnak Szíriát, Irakot, és a mai Nedzsnek hívják, Szaúd-Arábiának ugye ez a nyugati fele, Dzsidda, Mekka, Medina, északon Tabuk, Alula, nem tudom, hogy mond-e ez önöknek, most bejártam egyébként ezt a térséget, erről is tudnék mesélni, nagyon-nagyon érdekes. És ugye ez a Hasemita dinasztiának, a mekkai serifnek, vagy Mekka urának ígérik ezt meg, ha fel kell, de megígérik Palesztinát is. Tehát két népnek ígérik meg. Aztán a britek átverik az arabokat, mert akkor ez nem, ebből egy mandátum terület lesz, meg Jordániából is egy mandátum terület lesz, legalább ha semmit a királyok megkapják, Irakba is megkapják a királyságot. Aztán az legviccesebb az, vagy ironikusabb, hogy pont ahonnan kiindult a felkelés, azt veszítik el, mert azt a szaudiak elfoglalják, ha jól emlékszem, 1924-ben vagy 25-ben, ugye ez a Nedzsi királyság, de mindegy, ez már más. A britek, amikor sokat kezdett ugrálni a Nedzsi arab királyság, hogy nem ezt ígértétek, egyből kivonták a védelmüket, és a szaudiaknak hagyták, hogy elfoglalják. Tehát ezek nagyhatalmi játszmák voltak. És a két nép bizonyos értelemben ennek az áldozata, illetve hát a holokausznak, ami szörnyű pusztítást végez az európai zsidóságon belül is, akik megmaradnak, ugye nagyon sokan úgy érzik, hogy már nincsenek biztonságban Európában. Ezért a nagy bevándorlás miatt 33% már zsidó 47-re, és a háborúban bizony van etnikai tisztogatás. Ezt ma már izraeli történészek is elismerik, hogy nem csak önként mentek el az arabok. Ugye így jön létre maga Gáza is, hogy volt város korábban is, de nem akkora. Rengeteg ember menekül oda. Most mi a mai helyzet? Egy területen akarna osztozni két nagyjából egyenlő nép, egyenlő létszámú nép. Csak az izraeliek úgy vannak ezzel, hogy ugye a palesztin hatóság elismeri Izrael, de mondjuk a Hamasz meg a lakosság jelentős része nem. Hát akkor hogyan tárgyaljál? Hogyan tárgyaljál olyan ellenféllel, aki azt mondja, hogy te nem is létezel? Az értik, amit mondok, hogy azért ez nem olyan, hogy a szegény palesztinok, persze szegény palesztinok, tehát rettenetes szenvedés az elmúlt plusz 70 plusz év, a palesztinok számára mondom, van etnikai tisztogatás, de az is van, hogy nem fogadják el abszolút ezt a helyzetet, azt a realitást, hogy azért 7 millió zsidó is él itt. És ezért is bukik meg minden békepróbálkozás, azt nem mondom, hogy az izraeliek mindig olyan nagy lelkűek, mint amilyennek kellett volna lenniük, ez részben a félelemből fakad, részben a telepes politika, az nyilván nagyon megnehezíti a nyugati parti telepeseknek a letelepítése, ugye a zsidó telepek. És minden megbukik, de minden egyes bukás után rosszabb helyzetbe kerülnek a palesztinok. Azt nem tudjuk, hogy ennek a háborúnak mi lesz a vége, de eddig ez volt a trend. Ugye itt látható, hogy két tragédia van. A zsidó tragédia, a zsidó exódus Európából a szörnyű népírtás után, meg a palesztinok tragédiája, a etnikai tisztogatás után az, hogy ilyen nyomornegyedekbe élnek sok millió számra a palesztinok. Tehát itt két
sokkolt népről van szó, és amikor a igazságot kéne tenni, ez is olyan, hogy van egyfajta igazság. Tehát nincs, nem lehet, hogy van egy palesztin igazság, meg egy izraeli vagy zsidó igazság. Mind a kettőnek van igazsága. Azt különösen nem Budapestről fogjuk megmondani, hogy hogyan oldódjon meg ez a kérdés. Egyébként ez szinte minden háborúra, minden konfliktusra igaz, tehát az a fekete-fehér, hogy az egyik rossz, másik meg jó, ez inkább a Hollywood zenéje, de a valóságban nagyon kevés konfliktus van, és ez a térkép mutatja meg a palesztin tragédiát egyébként, mert ekkorák voltak 17-ben a zsidó telepek. Picik, ezek a kék foltok. 48-as ENSZ terv ugye már nagyjából felezne, azért az izraelieknek kedvező, hiszen az ő területük egybe van, és akkor Jeruzsálem egy külön fennhatóságú város lenne. Aztán ez a valóság a háború végén, az izraeliek nyerik meg a háborút, viszonylag könnyen egyébként, ahhoz képest, hogy mennyi, tehát nem csak a palesztinokkal háborúztak, hanem Egyiptommal, meg Szíriával, tehát környező arab államokkal is. És akkor így alakul ki Gáza. Nézzék meg, ha a palesztinok elfogadták volna a 48-as tervet, akkor Gáza egy ekkora rész lenne, ekkora, amit Gázának nevezhetünk, és sokkal nagyobb lenne a nyugati part is, és ott lenne Hajfa és környéke a palesztin állam számára. De nem fogadták el, ez lett. Ezt se fogadják el, 67-ben az izraeliek megnyernek egy újabb háborút, előtt 56-ban is nyertek, az egészet bekebelezik. És akkor utána elindul a béke folyamat, hogy akkor legyen egy palesztin állam, egy részéből kivonulnak ugye az izraeliek, és akkor van ez a Trump terv, ami egy ilyen, hát ilyen sok darabból álló palesztinát képzel el, de a Jordán völgye biztonsági okokból izraelé maradna. Ezt nem fogadják el a palesztinok. Persze meg lehet érteni, mert valaki egyszer majdnem 100% volt még 100 éve, most meg egy töredékkel be kéne érje. Tehát ez rendkívül nehéz helyzet, nagyon nehéz megoldás. És ugye ez most a mai helyzet, de úgy, hogy a palesztin területek között izraeli ellenőrző pontok vannak, rengeteg a telepes a nyugati parton. Ugye innen még Sharon, Ariel Sharon miniszterelnökség alatt kivonták az izraeli település, innen, bocsánat, Gázából. Hát most az a kérdés, hogy mit csináljanak Gázával. Tehát, és erre nem nagyon van válasz, mert 2 millió ember fölött uralkodni, hát aki nem szeret, és ugye minden bombázás után egyre kisebb a szeretet, korábban se volt nagy. Tehát, mi erre a megoldás? Nem tudom. Tehát hogyha azt nézzük, hogy mi történt október 7-én, a sikeres, nem arra mondom, hogy jó, értik, egy szörnyű mészárlás van, de előkészítés szempontjából, rejteni tudták a műveletet, ez egy sikeres történet. Izraelt elaltatják, mivel altatják el, a Hamasz tudatosan békésnek mutatkozik. Nem csinálunk mi semmit, kérem. A támadás előtt majdnem pont egy évvel voltam Izraelben, a Castel Robival töltöttünk el egy napot, Robi is azt mondta, hogy itt a libanoni Hezbollah, meg Irán a veszélyes. Tehát a Hamasz nem nagyon került szóba, de ugyanúgy más izraelieknél, és nem a Hamaszra figyeltek, a Hezbollahra és Iránra. Ebben van igazság, hiszen a Hezbollah képességei jóval nagyobbak, mint a Hamaszé, Irán meg megint egy ligával van följebb. De ettől függetlenül, ugye nincsenek merényletek, átjárhatnak dolgozni a palesztinok, tehát nem börtön. Ez abban az értelme, eleve mondjuk azért 300 négyzetkilométerről van szó, szóval vannak kisebb szigetországok, és nem nevezük Tuvalut börtönnek. Tehát ki lehet ebből menni, nagyon zsúfolt hely, nem egy jó dolog Gázában élni. És mondom, munkásként el lehetett menni, az más kérdés persze, hogy ezeknek a munkásoknak hány százaléka dolgozott vagy önként, vagy kényszerhatás alatt a Hamasznak, hogy jelentsen, hogy arról a kibucról, hol van. Hol van az őrség, mi a rutinja az őrségnek. Értik, amit mondok, hogy egy munkás, akit beengednek Izrael területére, most ezt az izraelek megszüntették. Nem is kell, hogy rossz indulatú legyen, csak elég annyi, hogy mondjuk a családját, ahogy gyereked ebbe az iskolába jár, mondja a hamaszos, mi lenne, hogyha egy nagy baleset lenne, amikor kijön az iskolából. Kivéve, ha jelentesz nekünk. Tehát azért ezek kőkemény dolgok. Hogy hogyan, tehát nincs választása sokszor az embernek, mondjuk, hogy jelentsen. De izraeliek nyilván elaludtak, hogy erre nem figyeltek. Tehát ez egy stratégiai kudarc. Palesztin oldalon 28 ezer, hát azóta már 30 ezeret mondanak, mert 2 hetes nagyjából ez a slide. Ugye látjuk, hogy milyen sebességgel növekszik az áldozatok száma. De izraeli oldalon is sok,
Az összes korábbi izraeli háborúban 1700 civil halt meg, na most 1000 civil két nap alatt. Katona 22.500, és már katonából is 500 fölött vannak. Ha valahol nehéz harcolni, itt van katona a körünkben, az a városi harc. És az izraeliek komoly veszteséget szenvednek, 200 fölött van, csak a már 300 felé közelít a gázai művelet, úgyhogy hatalmas technikai fölényben vannak. Mert miért? Mert bemennek egy házba, nem vették észre, a ház alá van aknázva, és felrobbannak a házzal együtt. Így volt, azt hiszem, valamelyik nap 3 halottjuk, meg 10 sebesültjük. Az más kérdés, hogy ugye nagyon sok palesztin is hal meg. Az izraeliek se finomkodnak ugye a október 7-i történet után, de a Hamas is kihasználja a civileket mindenhol. Arra, hogy saját katonáit ugye védje. És hogyha mondjuk egy házban ott a család, és kilő a hamaszos, utána ő elmenekül, lehet, hogy a családnak nincs ideje elmenni, mielőtt az izraeliek visszalőnének. Értik, amiről beszélek, hogy akkor ki azért a felelős? Én nem mondom, tehát minden egyes esetet meg kell vizsgálni, most volt ugye több mint 100 halott ételosztáskor, de ne ítélkezzünk, mert nem tudjuk pontosan. Tehát egy-egy ilyen esetet, vagy amikor rakéta zuhant a kórházra, tehát ugye ez azt kéne, hogy független megfigyelők menjenek, a rakétadarabokat összeszedjék, bemetszék, hogy nagyjából merről jött az eszköz, milyen eszköz, izraeli vagy ilyen tákolmány, amit az iszlám dzsihád használ, mert azt mondják, hogy az iszlám dzsihádra, nem tudom, hogy emlékeznek erre a kórházas eseményre, és egy nyilván a Hamasznak stratégiai az, hogy a kórházakat kihasználják arra, hogy fegyvert tároljanak, arra, hogy alatta alakítsanak ki vezetési központokat. Nem tudom, hogy igaz, de Saddam Husseinnél egy fokkal humánusabb volt, mert ő a nemzetközi tudósítók által használt szálloda alá rakatta az egyik bunkerét. Hogyha oda ledobják a bombát, akkor ugye ott hal meg a CNN, meg a Sky News, meg a nem tudom hány nyugat, és ezt az amerikaiak nem vállalják be. Most mi a stratégiai cél? Nem tudjuk igazából, de szerintem az, hogy megakasszák az izraeli arab békefolyamatot, és saját magukat tegyék a palesztin népnek a megkérdőjelezhetetlen vezetőjévé. Ugye a palesztin hatóság, ugye a jövő alapkérdései, sikeres-e az izraeli, tud-e sikeres lenni az izraeli offenzíva? Tehát például, ugye Hamas azt mondja, hogy mindenki mártír, aki meghal ebbe a háborúba, ergo gyakorlatilag, és ezt el is hiszik, nem lehet őket megverni. Mert hogyha a halál az mártíromság, és az nekem jobb, akkor nagyon sokan fogják a halált is vállalni. És ugye ez benne van az iszlám doktrinájában is, hogyha meghal valaki az iszlám védelme, és itt az iszlám védelmeről is szó van, akkor az a mennyországba jut, és nagyon jó lesz neki. Most hagyjuk a részleteket, de nagyon jó lesz. És ott azért konkrét ígéretek vannak, tehát nem úgy, mint a kereszténységnél, hogy akkor oké, az milyen jó a mennyország, de azért nincs lebontva, hogy ki fog ott várni minket, mondjuk harcos férfiakat. Tehát én szerintem nem lehet felszámolni pont ezért a Hamaszt. Mert hogy lehetne felszámolni a... újra fogja termelni magát, tehát hogyha az a stratégiai cél, hogy felszámoljuk, akkor nem, de szerintem nem az a stratégiai cél, hanem az, hogy meggyengítsük a Hamaszt, és ezt el tudja érni valószínűleg Izrael. De azért vannak kérdések, hogy van-e egyéb szint? Kirobban a regionális háború? Alásodnak-e a nyugatbarát arab rendszerek? Mi Irán szerepe? Van-e harmadik szintet? Valamilyen szinten ezt kihasználja Oroszország és Kína? Mert ez gyengíti a nyugatot. A világ azt látja most, hogy a nyugati fegyverekkel, az izraeli fegyverek, még akkor is, ha izraeli gyártásúak, nagyon nagy részben amerikai alkatrészekből vannak összerakva, van, ahol 70%, van, ahol 50%, izraeli termék, izraeliek tervezték, tehát mondjuk egy Merkava nem úgy néz ki, mint egy Abrams, de ettől még nagyon sok amerikai alkatrész van benne, bár egyébként az orosz fegyverekben is sok amerikai alkatrész van, csipek, egyebek, tehát... az amerikai ipar azért hadiparban elég jó. Tehát mi történhet? Hát a legjobb forgatókönyv, ugye, hogy lokális marad a háború, és ezt már rég mondtam, hogy több hónap, most még több hónapot mondok. Tehát, hogyha kérdezték az elején, hogy mikor lesz ennek vége, hát mondtam, gyorsan nem, de hát, hogy Izrael milyen erős. Mondom, városba. A városi harcban nem így működik. Mert hogyha nagyon bemennek, akkor nagyon sok a saját halott is, meg a másik fél halottja is. Azt a szovjetek tudták megengedni maguknak, mondjuk Budapest ostrom, akkor hogy 80 ezer ember ott marad. És ott maradt. Aztán persze sok német, meg magyar katona is ott maradt, de az elején hullottak a szovjetek, mert nem volt
érdekes, hogy hányan halnak, mert az izraelieknek érdekes. Tehát ők foglalkoznak ezzel. Ugye itt az van, hogy csak egy része megy a nyugati erőforrásoknak Izrael, de nem döntő, világgazdasági hatás nem jelentős, de még ekkor is éleződhet Európán belül a viszony, a többségi társadalmak, akár merényletek, akár konfliktusok, és ennek is láttuk jeleit. És mi a legrosszabb forgatókönyv, hogy beszáll Hezbollah, Jemen is ilyen, ugye Jemen benne van ebben a háborúban, de azért nem úgy. A jemeni huszik, vagy hutik. Egyébként megkérdeztem most egy arabtól, egy dzsiddai arabtól, ami közel van, hogy kell mondani, egy huszi vagy huti. Azt mondta, hogy egyik se jó, meg közte van. Hát, mondja ki akkor valaki más, tehát szerintem minden előadásnál fogok tartani valakit, aki ki tudja mondani, mert huci, vagy ugye nem tudom, emlékeznek a viccre, amikor Markos Nádas volt, hogy valakit kellett mindig hívni, hogy kimondja, hogy Nicaragua. Most nálam ez a huszi, ez a probléma, de majd megoldom. Libanon, ugye Ukrajna mögött el, hogyha nagyon nagy a háború, tehát mondjuk Libanonra kiterjed, mert igazából a Hezbollah, hogy mondtam, a veszélyes, a Hezbollah a nagy. Ukrajna mögül el, hogy arab rendszerek destabilizálódnak, menekült hullám, zavargások Európában. És mi történik akkor, hogy a kínaiak azt mondják, hogy na, az amerikaiak veszítenek Ukrajnában, nem áll jól Ukrajna, majd erről még beszélhetünk, nem áll jól az egész háború, és ezt lehetett látni előre, hogy előbb-utóbb azért elfogy az ukrán erő. Ha veszítenek itt, akkor miért ne próbáljuk meg Tajvant? Ami egyébként, de lássuk be, nemzetközi jogilag Kína. Azon lehet vitatkozni, hogy melyik Kína, a kínai köztársaság vagy a kínai népköztársaság, de hogy Kína, azon nem lehet vitatkozni. Tehát Kína a saját területét támadna meg egyébként Tajvanon, amit a nyugati média mindig elfelejt elmondani. Nem tudom, hogy miért. Tehát az nemzetközi jogilag az nem egy külön ország, és nem is lehet az. Pontosabban, ha az, akkor a szeparatizmus és kiszakadás Kínából. Tehát majd meglátjuk, hogy van-e harmadik szint. Ugye nagyjából ideig jutottam le délre. Egyébként nem láttam ott semmit Dzsiddába, meg Dzsiddától délre, amit úgy értem, hogy a háborút, bár Dzsiddát megtámadták többször is, tehát 2 éve úgy, hogy egy hatalmas olajfinomító égett, tehát nagyon látványos volt. Annyit lehet látni, hogy a repülőtéren kint vannak a légelhárító, valószínűleg Patriot ütegek, tehát fotóztam is egy párat, még nem mertem felrakni a Facebookra, de majd felrakom. Most már visszaértem, tehát addig, amíg ott voltam, addig nem. Tehát készülnek a szaudiak a huszik támadásaira, de alapvetően Szaúd-Arábiának a legdélebbi részén, tehát ebbe a csücsökbe van feszültség, de a huszik el tudják kérni Dzsiddát, sőt Riadot is, rakétákkal, illetve drónokkal. És el tudják kérni ugye a Bab el-Mandeb szorost, talán most süllyedt el az első hajó, hogyha jól láttam a híreket, illetve hát a legújabb hír, amiről már volt szó, hogy elvágtak 3 kábelt, amit itt most ugye beszéltünk arról, hogy van hatás Magyarországra, mi is érzünk. Tehát minden összefügg a mai világban. Tehát mi várható? Tehát mindenképpen egy hidegháborús zóna, az arab utca teljesen Gáza oldalán van, tehát ne vitatkozzunk senkivel arab országba Gázáról. Én meg se próbáltam, hogy azért van izraelieknek is sérelme, egyet nem mondjunk. Nem egészséges. Egyébként ott mindig elmondtuk, hogy nem amerikaiak vagyunk, bocsánat, nem amerikaiak vagyunk, tehát az segített Szaúd-Arábia, hogy nem amerikaiak vagyunk. Az Európa, oké. Én azt gondolom, hogy Moszkva és Peking az első napoktól kezdve tudatosan használja a háborút. Az információs háborúban ez egy hatalmas orosz-kínai győzelem, mert a goroszok itt most az amerikaiak meg az európaiak. Még akkor is, ha nem áll ki 100%-osan se Európa, se Amerika, Izrael, mert hiszen egyre több az Izrael térő kritika, a Biden adminisztráció, meg közösen a progresszívebb baloldalibb európai kormányok részéről, meg olyan kormányok részéről nagyon sok a muszlim lakos, ugye ez átalakítja egy adott országnak a belpolitikáját is. De hát ez Kínának ez egy ajándék, Oroszországnak ez egy ajándék. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenképpen előlet Ukrajnában, de stratégiai győzelem az még akkor se várható. A stratégiai győzelemre azt mondom, hogy Kijev elfoglalása az egész országban huk alá gyűrése, ha teljesen elmegy a nyugat Ukrajnából, hiszen annyira gyűlölik az oroszokat a nyugati részen. Tehát értik, amit mondok, ez nem a sztálini Oroszország már, hogy agyon lehessen lőni teljes falvakat. Tehát úgy tudták Nyugat-Ukrajnát pacifikálni. A második világháború után ugye volt ott egy komoly ellenállás, hogy falvakat töröltek el a földszínéről Sztálinék alatt, tehát nem lehet azt mondani, hogy nagyon humánusak lettek volna.
de azért a putyini rendszer nem a sztálini rendszer, még akkor is, ha egyre rosszabb, tehát nem jó irányba halad. És akkor ki járhat jól, talán még India járhat jól ebbe az egészbe, Kína mellett, meg Oroszország mellett. Ugye itt már ezt régebben írtam, ezek már megvannak, az izraeli meg a nagyságrendekkel nagyobb gázai vesztességek, menekült hullám az valamilyen szinten várható. Magyarországnak a gazdaság, olajár, gázár, menekült hullám. Terrorfenyegetettség nálunk hál' Istennek nincsen, mert terrorhoz kell a környezet, tehát kellene egy nagy olyan közösség, aki fel van háborodva a gázai háború miatt. Ugye ezek alapvetően azokból az országokból, a térség országaiból érkezett menekültek vagy migránsok. Ez nincs Magyarországon, ergo azt azért nem lehet várni, hogy itt nagy olyan zavargások legyenek, mint Nyugat-Európában. Keres nézőink a köztérben a 21. századi háborúk miértjéről, a palesztin-izraeli konfliktusról hallhattak előadást. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.